Ez a millás reggeli, itt a 9.9 jazzin, és belekukkantunk, hogy mely portál, mivel indít, melyek a friss információk, cikkek ma reggel. Kérem szépen, a portfoliohu nézegettem, és, 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 és bocsánat, csak közben van egy, van egy hétvégi cikk is nyitva. Tehát Arról írnak ma reggel többek között, hogy ö, hogyan is várta Magyarország gazdasága, vagy hogyan érte Magyarország ö, milyen állapotában ö, érte Magyarországot a, a koronavírus járvány, itt a gazdasági ö, állapotára gondolunk, mert hogy egy elég megfeszített növekedési pályán araszolt fölfelé ugye a magyar gazdaság, és hát az sejtető volt, hogy ez egy kockázatos út, mert ugye ilyenkor eléggé eszköztelen a, mind a fiskális, mind a monetáris politika, hogyha beüt valami. És, és hát ez most meg is történt, sejtető volt, hogy ez egy kockázatos út. A koronavírus válságban pedig már az is kezd látszani, hogy mennyire az volt. Milyen helyzetben várta az MNB a költségvetés és a vállalatok a válságot, mi a legújabb vagy legjobb útja a kár enyhítésnek, ezzel foglalkozik a cikk. És hát rögtön a kezdésben feleveníti, ugye, hogy mennyire túlhevített, erősen expanzív fiskális és monetáris politika mentén haladtunk, hiszen a, a kibocsátási rész, tehát a, a, különbség az aktuális és a potenciális GDP között az magas volt, folyamatosan ugye gyakorlatilag magasabb tempóban haladtunk előre, mint ami normális körülmények között a gazdaság teljesítmény, teljesítő képessége. Ez a szóval portfolio.hu erről közölő szállítást, elemzést ma reggel. Több érdekes hírt is találtam, mind a g7.hu, mind az M4 oldalán. Nézzük a G7-et először, ott talán az autógyáras információ, az autós infók viszik a, a Prímet. Címlapon ugyanis az, hogy nem lesz könnyű túlélniük a mostani időszakot az e-autós startupoknak, a már befutott szereplők viszont tovább erősödhetnek. Van egy nagy cikke erről, illetve egy másik, hogy autógyárakat zárnak be Európában, de a magyar üzemeket egyelőre nem kell félteni. Talán ez az, ami hozzánk kicsit közelebb van, míg a magyar autóipar egyelőre a durva leépítések nélkül megúszta a járványgazdasági gazdasági hatásait. Ugye erről beszélgettünk pont a múlt héten is Virovácz Péterrel, az vezető vezetőelemzőjével, hogy ez még úgy tűnik, hogy egyelőre oké okay az európai autóiparhoz képest, mert ugye Európában és szerte a világon már jelentősebb létszámcsökkentési terveket jelentettek be a szektorban, és nem, nem kiméli a válság az iparágat. Ugye még a kínai beszállítók alkatrészellátási problémái voltak az évelején legnagyobb gond, aztán utána pedig a helyi járványügyi jóvintézkedések miatti üzembezárások, meg a kereslet mélyrepülése. Úgyhogy a 2008-as visszaesést is jócskán megszenvedő ágazatot még ez is sújtotta. És akkor gyakorlatilag azt nézi meg a cikk, hogy az európai szinthez képest mi történik Magyarországon. Úgyhogy érdekes adalék egyébként pont a, a múlt csütörtöki futóműrovatos beszélgetésünkhöz is, tehát a kettő együtt aztán tényleg nagyon érdekes képet ad az autóiparról. Ami egy nagyon érdekes, és ezt neked is ajánlom, az m oldalán arról értekeznek, hogy mi van a Zoom videóval, hát mm. ugye nálunk is előkerül nagyon sokszor a Zoom videó és a Zoom mint érdekes célpont, itt a Király Béla írja az m oldalán, hogy, hogy mindenki megőrült, 27 milliót kerestek, de 60 milliárdot ér. Mert hogy úgy időről időre ugye igyekeznek a tőzsdéken megcáfolni azt az állítást, hogy a fák nem nőnek az égig, és az egyik legfelkapottabb cég az elmúlt időszakban a Zoom. Eredményei és a vállalat értéke finoman szólva sincsenek összhangban egymással, mondja ezt a cikk író. És hát ugye itt azt kapargatja, hogy időnként történnek csodák, és a realitásoktól elrugaszkodott kapitalizáció később igazolódik. Nagy kérdés, hogy a Zoom is csak a fehér táborát erősíti, vagy a sok ezer csupán rövid időre felkapott cégnek az útját fogja követni. Igen, ugye, erről, szól erről a cikk... beszélünk sokszor, amikor így megszalad az árfolyam, hogy vajon mi lesz az igazság pillanata? az, hogy az árfolyam visszaesik, mert túl nagyok voltak a várakozások, vagy az, amit, amiről Béla is ír, ugye, hogy, hogy, és az a ritkább eset, hogy tényleg annyira feljönnek a fundamentumok, és akkor átnő a vállalat, hogy igazolódnak a korábbi magas árfolyamok. Mm. Uh, igen, hát itt utalhatunk, ugye jó Jónap is beszélgettünk erről az akkord portfólió menedzserével, hogy ő, ő abszolút párhuzamot a 2000-es dotcom uh -huh. lufival, tehát ami a technológiai szektorban vagy annak egyes reprezentánsánál folyik, az, az, az tényleg nagyon hasonló a, a 2000 év körüli folyamatok hoz. Uh, mit néztem még? Azt mondja a végét, igen. Hát itt is akkor egy tőzsdei sztori, csak ez egy hazai, és közel sem annyira fényes egyelőre, mint az Zoomé, mert hogy a Waberersről lehet olvasni. A részben egy keveset ízelítőt itt az online uh, labban, többet pedig a printben. És optimist, hát nem tudom, optimista, inkább, inkább azt fogalmazza meg a Concord elemzője, hogy a Nagyobb befektetők majd akkor vásárolnak a fuvarozó cég papírjaiból, hogyha a vállalat újabb kedvező eredményekről ad számot, mert az utóbbi időben ugye nem ez volt a, a, a jellemző, és egy ilyen modellváltás, fuvarszervezői modellváltáson próbál átesni a cég és hát itt leírja azokat a formákat, amelyek szóba jöhetnek. Ugye az eddigi a Társaság, a nemzetközi üzletága eddig az egy, egy úgynevezett taxi eljárásrendet rendet követett, ebben nagy mértékben támaszkodott az alacsonyabb jövedelmezőségű spot szállítási piacra, viszont itt marra nagy lett a verseny, és nem elvesztette még azt a kevés jövedelmezőségét is, úgyhogy most megpróbálnak átsúszani a kereskedelmi sáv modelljére, ez az ismétlődő megrendelésekre és az Európán belül főbb kereskedelmi útvonalakról összpontosít, tehát ez a jövő terve a Wabererznél, talán ez majd meghozza az eredményeket. Én közben nézegettem az időjárást a medárd miatt, és amit Fergábor írt, hát az a sajnálatos hírem van neki, hogy az úgy működik, hogy éféltől éfélig szól a medárd, és hogyha jól látom, akkor igaz, hogy az első hullám a mai napon végig söpört az országnak a délnyugati és délkeleti részén, de én úgy látom, hogy jön a következő, és hogyha minden úgy megy, ahogy a, itt a mozgásokat lehet látni az időkép radarján, akkor hamarosan eléri azt a Balatoni várost is, ahol ő van, meg talán Budapestet is, és mai évfélig is figyelmeztetés van kiadva az ország területének nagy részére, észak-nyugati területek kivételével, úgyhogy... De akkor ez csak arra válasz, hogy a mostani képlet az, az viszonylag tiszta. Tehát, ugye, az ugye, megy, igen, az De mi van akkor, megy. hogyha azt el, elsuhan egy front a keleti vagy a nyugati ország részén, úgyhogy ilyen fele más időjárás. <laughs> a másik járás? A nyugat-keleti irány az, az sajnos egyértelműsíti, hogy mi lesz. Arra, hogyha a fél ország ilyen, a másik fele olyan, arra, arra még nem tudjuk a választ. Aki esetleg sejti, az a 06 30 20 9 re írhat nekünk. A egyet aztán pénteki tőzsdei nap főbb számait fogjuk áttekinteni, megnézni.